És ugyanakkor, amilyen mélyre lehet ennyi idő alatt hatoljon is le a film a téma gyökeréig. Nyilván nem lehet dokumentumfilmet készíteni egy hét alatt ugyanolyan, mint másfél év alatt, tehát ezek a időbeli és térbeli, sőt, földrajzi korlátok adottak voltak. De én azt hiszem, hogy jól sikerültek a filmek, képileg szépek, ezt majd mindenki persze eldönti, és jól sikerült ez a nemzetközi együttműködés is, ami azért nem volt mindig nagyon könnyű, mert egészen más szempontok alapján dolgoznak minden országban, és az amerikaiak is másként dolgoznak. Tehát ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni, amikor nézzük a filmeket, tehát egy pár hetes nemzetközi együttműködés eredményeit látjuk. Úgyhogy szerintem ez egy olyan plusz adott minden filmnek, ami itt valószínűleg az előnyére vált ezeknek az alkotásoknak, de nyilvánvalóan ezek nagyon nehezen ismételhetők meg. Tehát ez biztos, hogy óriási erőfeszítést igénylő szervezést is, pénzt is, és hát időbeli koordinációban is elég komoly munkát igényel. És az első, az ezt megelőző projekt, aminek a címe az volt, hogy színesen és elfogulatlanul, amiben 3-5 perces rövidebb film készült, azok többnyire portrék és kis dokumentumfilmek voltak. Egyébként díjat nyert az Egyesült Államokban, mégpedig egy elég neves újságírói díjat nyert a videófilmek kategóriájában, a Sigma Delta Chi nevű díjat hozta el, a Miami Egyetem nevezte egyébként be. Ezt a sorozatot pedig nemzetközi fesztiválokra, versenyekre visszük, és hát ennek lesz folytatása is, de erről majd később beszélünk, de mondjuk most már letöltődött, és akkor el fogjuk indítani. Még nem annyira. Még nem annyira? Nem. Az időkeretekről mondanál valamit, hogy a forgatás meddig zajlott, és utána hogyan? Tehát a 2013-ról beszélünk. 2013-ban minden országban volt egy körülbelül egy hetes felkészítés, amikor együtt dolgoztak az amerikai trénerrel, vagy nevezzük filmes szakemberrel az egyes országban lévő újságírók. Egyrészt ez a film témájának kiválasztásához, a helyszínek kiválasztása, a szereplők kiválasztásáról szólt. És utána pedig egy nagyon érdekes rész következett, Prágában minden csoport találkozott, és hát a Laci erről biztos még többet tudna mesélni, de ott mindenkinek meg kellett védenie legalább 2-3 olyan témát, amit alkalmas tart a feldolgozás. Tehát ez a pitching módszerével minden csoport kapott körülbelül 5 percet, hogy bemutassa. A pitching azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy én itt állok, a csoport vezetőinek, adott esetben nálunk ezt az amerikai producer vállalta, be kell mutatni a 3 témát, amit feldolgozásra ajánl. És ezt lényegében egy egész napon át hallgattuk, mindenki elmondta, mit miért választott, hogyan kívánja feldolgozni, miért tartja alkalmasnak, majd amikor az 5 ország stábjai befejezték a bemutatót, akkor összeültek a projekt vezetői, és még szavazásra is sor került, hogy ki melyiket választja, és ezek után döntöttek úgy, hogy mely témákból készülnek el a filmek. De még ekkor sem volt minden végleges. Például pitching, tehát ez a PI. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy eléggé nehéz nap volt mindenki számára. Annak is, akinek a témáját elfogadták, annak is, akiét nem. És ez a módszertan, amit az amerikai producerek alkalmaztak, teljesen idegen volt a mi közegünkben. Tehát nem csak nekünk, hanem a többi ország résztvevőinek is.
nem tudjuk elmondani pontosan, hogy azért választották-e azokat a filmeket, amik végül elkészültek, mert jó volt az előadás, vagy azért, mert könnyebb volt megemészteni, amit mondtak. De bele is kérdez egyébként ilyenkor a közönség, tehát mindenki az előadót megkérdez, és akkor ezt hogy gondolja, miért úgy. Tehát ez egy nagyon interaktív folyamat. És ezek után még 2-3 napig lehetett ott előkészíteni közösen a filmet, majd mindenki hazautazott, és hozzáfogtak a forgatáshoz. Tehát az előkészítésben persze a szereplőkkel való kapcsolatfelvétel, az egész munkatárnak az előkészítése, a technikai felkészülés, tehát Laci tudja, hogy új technikával kellett dolgozni, akkor kapták kezükbe először azt a kamerát, amivel felvételeket készítettek. Tehát ez egy elég érdekes, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és rendkívül feszült időszak volt. Tehát mindenki érdekelt volt abban, hogy a legjobbat hozza ki, és nincs több idő rá, csak az az egy hét. Úgyhogy azt hiszem, hogy az eredmény majd önmagáért beszél, de ez a módszertan, ez rendkívül izgalmas volt. Amikor itthon, tehát mindenki a saját országában hozzákezdett a forgatáshoz, akkor természetesen lehetett autót bérelni, lehetett megfelelő költségeket szállni mindenre, de a forgatás minden napján este már le kellett írni a szkriptet, és lefordítani, hogy az amerikai, akik is tudják, hogy pontosan mi hangzott el, és mire a forgatás lezajlott, addigra lényegében készen állt a szöveg is arra, hogy abból is lehessen válogatni. Tehát végül is lehet, hogy ezek nem új dolgok, de ilyen formában, hogy együtt voltunk több kultúra képviselői, egyébként a Laciékkal egy kínai, amerikai diák dolgozott együtt. Eltés. Egykori eltés, Léma jött a... Ő is, igen, de Amerikából jött egy kínai. Tényleg, Jin Chen. Igen. Ő volt egyébként, aki technikailag nagyon jól tudta irányítani a dolgokat, tehát ő egy érdekelően jól felkészült kollega volt, és szerintem azóta is tart a barátság vele, meg másokkal is, a többi országbeli kollégával is. És az utómunka az mennyi ideig tartott? Ez volt az utómunka. Két hét volt összesen. Hát el kellett készíteni a filmet, utána másfél heti forgatás után még két hét volt az utómunkára? Igen, két hét volt. Tehát két hét volt az utómunka, és a fordítások, a végleges feliratok elkészítése és a website összeállítása az még egy további másfél-két volt. És az egészet az összeszerkesztése, mert ugye az is egy fontos munka volt. Azt már az amerikaiak készítették otthon. Mit jelent a vágás, az összeszerkesztés? Az egész website, tehát ja. Összerakása, a filmek, tehát elkészültek a filmek, de utána még nagyon sok apró munka volt rajta. Én nem tudom, hogy hány hétig dolgoztunk, de rendszeresen jöttek levelek, hogy még ezt nézzük meg. Ki kellett vágni még egy másodpercet, és akkor hozzáigazítani a feliratot is. Tehát egy nagyon hosszú időigényes munka volt. És átlag mennyi? Igen. Nem azért kérdezek, mert ott tartom. Nem szeretném kisajátítani az időt. Addig úgyis beszélgetünk el. Átlag mennyi órát forgattak az egyes forgató csoportok, amiből aztán... Gyakorlatilag igazából attól függ, hogy kit hogy értünk el. Valamikor megúsztuk az egészet, ha lehet ilyen csúnya szót mondani, hogy megúsztuk, mert ugye a forgatás az egy csodálatos dolog, de mondjuk valamikor 3 órát dolgoztunk, de volt, amikor reggeltől estig megállás nélkül. Sőt, éjszakában nyúlóan, hiszen a mi filmünk ugye zenészekről szól, és ugye ők pedig 11-ig évfélig dolgoznak étteremben, ott muzsikálnak, és hogy hozzájuk kellett alkalmazkodni, úgyhogy valamikor így pont zárásra értünk oda, úgyhogy volt egy reggeltől este 11-ig, de hát általában ez nem is újdonság, hogyha valaki együtt él a produkcióval, akkor az
az évekig, vagy hónapokig, tényleg reggel estig. És a forgatott anyag az mennyi lett? Hú, nagyon sok. Én nem is tudom, hogy nagyon sok dolog nem épült be a filmbe. Volt olyan szituáció, amit ugye forgattuk, de úgy láttuk jónak, hogy már nem tudjuk beletenni, meg nem is tett volna annyit hozzá. A kevesebb ugye több, azt szokták mondani. De hát a nyersanyag az szerintem, ez egy jó néhány órányi volt a nyersanyag. Meg nem mondom most így. De maga az interjúk is, tehát csak az interjúk, ha jól emlékszem, talán van 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 szereplőnk van a filmben, és azért egyenként legalább egy órás volt mindenkivel az interjú. Két kamerás felvétel, ugye már eleve össze kellett illeszteni, hogyha, mert ugye vágtuk az interjút is közben, ugye közelit is, meg totált is vettünk fel. És ugye maga szó szerint ki lefordítani ugye ezeket az órás interjúkat, azért ez sem kevés. És akkor még utána ezt kiskriteni, és utána még lefordítani, tehát azért iszonyatos munka volt. És ugye hát ez képileg is meg kellett ugye álmodni. Nyilván a dokumentumfilmnél ott azért, hogy a szituáció adja magát, tehát sodródtunk az árral, de azért volt nekünk is egyfajta elképzelésünk. Igen. Mert a módszertanul éven később tudunk beszélni, hogy mennyire nem lehetett beállítani dolgokat, tehát ezeket a dolgokat mennyire kellett nagyon szigorúan venni. És az, hogy ne a... Tehát tényleg azokról szóljon, akik. Azok szóljanak meg csak akikről szól, nem más. És ez is egy fontos dolog volt. Tehát ezt később még meg tudjuk beszélni. Szerintem most nem biztosan. Igen. Még egy kérdés, hogy a együtt volt filmnézés? Tehát amikor elkészült az összes anyag, akkor volt olyan, hogy összegyűltetett, vagy akkor már nem? Hát itt Magyarországon volt. Amit csak a Magyarországon csapat. Igen, de mindenki hazautazott, és nem találkoztunk többször. Így nem láttuk közösen, nem is beszéltük meg a filmeket, de mindenki vitte bemutatóra, tehát ezt mi is már több helyen vetítettük. És hát ugyanazok a csapatok majdnem egészében, kivéve a nem roma újságírókat, megint tudtak találkozni 2014-ben az új filmek forgatása. Bár voltak változások, személyi változások, tehát nem ugyanazok a tímek álltak össze. És az amerikaiak is mások voltak, tehát kicsit újból kezdtünk mindent. De egyszerűbb is volt. Tehát az a 2013-as nagyon nehéz, nagyon intenzív, nagyon feszült légkörű forgatás nem ismétlődött, meg sokkal egyszerűbb volt a 2014. Nyilván a tapasztalatot ugye mindenki sokat tanult. Mármint, hogy a különböző régiók emberei már tudták, hogy mire számíthatnak igen, ilyen szempontból? Igen, pontosan. Igen, tehát milyen stílusú munkára számíthatunk, itt az igények, mit akarunk csinálni, tehát sokkal könnyebb volt 2014-ben együtt dolgozni. De az is számított persze, hogy a témaválasztás is szabadabb volt, nem probléma, hanem inkább sztori jellegű megközelítést alkalmaztunk, inkább az emberekről szólt, nem a problémákról, és ebből a szempontból ez is egy nagy könnyebbséget jelentett. Rövidebb filmet készítettünk, kevesebb volt az idő rá, tehát valószínűleg ezek, és a sok tapasztalat az már nagyon sokat jelentett, de szerintem egy rendkívül érdekes projekt volt, és nagyon reméljük, hogy hasznos. Elég jó visszhangja van, ahol vetítettük eddig. Remélem, hogy tetszeni fog. És 2015? Még nem tudunk. Nincs ilyen tervünk, mert azért ez hosszú előkészület kell, és az Európai Bizottság támogatta, tehát ott is azért az átfutási idő elég hosszú, és most nem ismerünk még ilyen kiírást, tehát ez azért nagyon-nagyon sok pénz kell egy ilyen projekthez. Úgyhogy nem látjuk, hogy egyelőre lenne folytatása, reméljük. Majd megkérdezzük a projektvezetőt, hogy van-e remény. Valami készül, tehát egy pár filmet, az biztos, hogy készítünk most a közeljövőben, arra tudom, hogy néhány országban, és Magyarország köztük van, lesz folytatás, de hogy ilyen méretű, hogy az országot átfogó projekt várható el, ezt nem tudom. Legalábbis a közeljövőben nem tudok róla, hogy bennünket érintene. Az biztos, hogy egy készül, ez a két film a közeljövőben. Tehát mi szeretnénk folytatni, és hát természetesen
pályázatokat is nézzük, hogy lehetséges-e. De ezekről még nem akarsz beszélni? Nem, mert még ezek, még ezekre várunk. Ja. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, és majd mondhatjuk akkor a beszélgetést. Szerintem egy fél óra múlva talán be is tölt, akkor... Most már elállítottam. Viszont? Igen. De hálát tett közös döntés? Igen. Nem akarok egyébként. Most megtiszteket, kirúgó filmeket gyártunk. Az, hogy hírügynökség, az egy ilyen elavult, kicsit avittas, egy kicsit avittas fogalom, az tény, hogy nem gyártunk rövid híreket. Tehát régen nagyon jellemző volt, hogy volt egy kollega, és akkor mindenki írt egy nap egy hírt, valami érdekes dolgot. Ezek most már nem erre koncentrálunk, mert ezzel nem tudunk, egyrészt nem is tartjuk hatékonynak. Sokkal hatékonyabban tartjuk manapság azt, hogyha valamiben mélyebben belássuk magunkat és föltárjuk annak a háttérokait. Jobban lehet a romákról kialakított képet, objektív képet bevinni, és ez a fő célunk, bevinni a mainstreambe, bevinni a közgondolkodásba. És a tematika maradt, tehát hogy romákról szóló híreket. Igen. És erre milyen visszajelzéseket kaptok, vagy hogy itt nincsen integráció ebben a fajta módban, hogy ti végülis csak romákról írtok, hogy ez így nehézé teszi a munkátokat, vagy az, hogy titeket elfogadjanak a mainstream médiában, vagy ez így? A kérdést nem igazán pontosan értem, de azért megpróbálok rá válaszolni. Tehát mivel roma sajtóközpont vagyunk, ezért nyilván a romák médiaképét igyekszünk befolyásolni. Iszonyatosan jó kapcsolatot ápolunk a szerkesztőségekkel. Már csak azért sem, az előbb mondtam, hogy nagyon sok szerkesztőségben vannak egykor éreskások. Hogy ezt hogyan fogadják, azt igazából nem tudom, hogy fogadják, azt azon tudom esetleg lemérni, hogy hányan látták egy cikkünket, de nekünk nem csak az a célunk, hogy nekünk kettős célunk van, vagy a működés tekintve legalább ketté felé lehet osztani ezt a kérdést, hogy nem az a célunk, hogy egy szeparatista honlapot vagy hírügynökséget, ereskát csináljunk, hanem hogy a széles közönség, tehát a nem romák is értesüljenek, és lehetőleg megalapozottabban értesüljenek a romákkal kapcsolatos eseményekről, hírekről, az ő örömeikről, bánatukról, és így tovább. Köszönöm. Hogy akkor gondolom, erről Gajas Gyula, mert ugye gyakornok volt az ereskánál, ha jól tudjuk. Az már nagyon régen volt, amikor egy fiatal volt. Csak hogy ha nem is a működéséről, erről az egészről, illetve pár szót minden mutatkozásképpen, illetve az egésznek a... Én is a Ilona szervezeténél kezdtem a Roma Média programba. Csak én később, mint a cég 2001-ben. És dolgoztam én is az RSK-ba. Hát még most is besegítek nekik, de így korábban dolgoztam ott ilyen 2003 körül. Utána én is így a filmezésbe kapcsolódtam be egy másik szervezeten keresztül, és a legtöbb filmet azt a Ilona, a média központ égisz alatt működik, a szoszinet.hu, ez egy roma weboldal, ami most április óta igazából áll. De korábban körülbelül összességében olyan három... Öt évig működött, és oda rengeteg videót készítettünk. Most egy középiskolába járok be, ott a iskola életéről forgatok, pár gyerekkel dolgozok együtt, egy alapítványnál egy ilyen faluba, ilyen több éves projektet kísérünk végig, vagyis film szempontjából is, hogy filmezünk is. És akkor ez hány évet jelent? Tehát ez a munkásságod most kb. Hát 2001 óta csinálom, igen. Akkor 14. Értem. És akkor te elsősorban a képi munkálatokban veszel részt, nem pedig az írott. Hát már több éve igen ezt csinálom, de egyébként a írott sajtóba kezdtem, hogy ez egy szerencsés helyzet voltam, mert én rögtön a Népszabadságnál kezdtem a média központba. Hogy oda kerültem be gyakorlatra, és 9 hónapig ott voltam. És a HVG-nek is írtam. És ezekről a tapasztalatokra egy pár szót megosztanak. És a szószínetnél is tényfeltáról nevokat is írtál. Tehát nagyon sok minden, nagyon szerény. Lényegében rádió, videó, szöveg, két minden. Hát, kenyere? A média központról tudok úgy mesélni, hogy ez tényleg ilyen nagy lehetőség volt azoknak, akik bekerültek és lelkesek voltak,
hogy mindenki ilyen nagyon jó szerkesztőségekhez került be. Igaz, hogy úgy volt így az elméleti képzés, de én még ma is úgy azt vallom, hogy ezt a gyakorlatban lehet a leginkább megtanulni. És hogy azok szerencsések voltak, lelkesek is voltak, és úgy ráéreztek az adott szerkesztőségnek a ritmusára, a nyelvezetére. Kitartóak voltak. Igen, kitartóak. Szakmai alázat az nagyon fontos. Nem emlékszem, amikor Laci megjelent nálunk. Elmondom csak azt, hogy 1998 és 2012 között 10 év folyam volt. Elejétől ugye a Roma Sajtó Központtal közösen csináltuk. És körülbelül 3-4 hónapos intenzív reggeltől estig, hétfőtől péntekig elméleti képzés után mindenki szerkesztőségben helyezkedett el, és ott dolgozott. Tehát amikor Gyula erre utalt, az azt jelentette. És akkor Laci megjelent, ahogy mondta, hogy ő televíziós akar lenni. És mondtuk, hogy miért? Ő ezt képzelt el, és meg is valósított. És az RTL Klubhoz kerültem akkor. Igen. Tehát ő végig televíziónál maradt. Volt, aki bizonytalanabb volt, hogy mit akar csinálni, de azért jó néhányan mai napig azt csinálják, amit elhatároztak, és szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt. Tehát nem akartam szabadba vágni, csak ezt akartam mondani, tehát a Gyula szerintem több dologgal próbálkozott. Hát én nem voltam ennyire céltudatos, mint a Laci, hogy amikor én bekapcsolódtam a tanfolyamba, azt se tudtam, hogy mi ez, csak jelentkeztem egy újságíró képzésre, és akkor ott így hamar ráéreztem én is az ízére, és amikor már gyakorlatra bekerültem a Népszabadsághoz, ott kiküldtek rögtön első nap egy sajtótájékoztatóra, délután egy 5 soros anyagon dolgoztam, vagy 3 óra hosszát, és utána ez így szerintem egyre jobban ment, mert egyébként 3 hónapra kerültem volna oda, és nem szólt senki, hogy menjek el, és akkor kiveszik el, és még fizettek is. Igen, hogy akkor szerintem annyit fizettek, mint lehet, hogy most szerintem annyit keresnek a újságírók mondjuk a legszegényebb szerkesztőségben, a Népszavában. És gyakorlok, én szerintem annyit kerestem akkor, mint most a Népszavások. És egy ilyen tanfolyam lehet mondtátok, nem emlékszem, milyen hosszúságú volt? 9-10 hónapos volt általában, igen. És ez mennyire hatékony például a egyetemi oktatással szemben, vagy milyen különbségeket lehet észrevenni? Jó nehéz kérdés, mert ez most teljesen más helyzetben vagyunk, mint amikor 98-ban kezdtünk, tehát akkor az újságírás egy szakma volt, ma pedig már a szakmai jegyzékben sem szerepel. Tehát 18 éves kor után érettségével bárki elkezdhetett újságíróként dolgozni, gyakornokként, mindegy, hogy nevezzük, szerkesztőségben. Vagy el tudott kezdeni valamilyen tanfolyamot, vagy beiratkozott egyetemre, főiskolára, most teljesen más a helyzet. És azt gondolom, hogy az a típusú program, ez nem volt egy, soha nem volt egy akkreditált intézmény. A Független Média Központ nem akkreditált intézmény, mi nem fogunk soha versenyezni egyetemekkel, főiskolákkal, vagy bármilyen más oktatási intézménnyel. A mi célunk az, hogy a minőségi, etikus újságírást támogassuk, és a független újságírást Magyarországon. Hogy ez milyen módszerek kellenek, erről most nem szeretnék nagyon sokat beszélni, de az egyik legfontosabb program az volt, hogy a roma fiataloknak lehetőséget adjon, hogy újságíróvá váljanak, akár úgy, hogy egy tanfolyamot elkezdenek és szerkesztőségben elhelyezkednek, vagy utána elmennek főiskolára, egyetemre, mint ahogy körülbelül a végzettek fele megtette. Tehát ez egy egészen más helyzet volt akkor, mint ma. Sok lehetőség, sokkal kreatívabb módszereket lehetett alkalmazni, mint most. És akkor szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ugye a Független Média Központ oldalán olvashatjuk, idézni szeretném, hogy a projekt résztvevői multimédiás eszközök és korszerű történetmondási módszerek felhasználásával küzdenek az előítéletek ellen, ugyebár? Ennek a honlapnak Igen. Nem csak, hogy ez úgy érzem, hogy valamilyen szinten ehhez kapcsolódik, és szeretném megkérdezni, hogy ezt így a filmmel kapcsolatban, ezt így, hogy érzékelhetjük, vagy nem tudom, nekem nem volt teljesen világos, hogy itt, amit mi érzékelhetünk a filmben, az mi ebből ennek a tartalmából?
Hát ezt valószínűleg a nézőknek kellene megbeszélniük, hogy mit érzékelnek ebből. A cél valóban az volt, hogy olyan történeteket mondjunk el, amelyek nem férnek bele a napi hírműsorokba, mert ez természetesen valamilyen eseményhez kötődik, és ahogyan tudjuk a felmérések és a vizsgálatok, a Bernard Gábor Messingvel által többször megismételt felmérések is azt mutatják, és még az NMHH fél évente megismételt felmérése is azt mutatják, hogy negatív hírekhez kötődnek általában a romákról szóló híradások, és még sok minden más is mellé lehetne tenni. Tehát nem biztos, hogy ugyanazokat, azt a képet látjuk viszont, amit egy más eszközzel, adott esetben a történetmondás dokumentarista eszközeivel és a mai technikával ugyanúgy el lehet mondani, de egészen másként. Tehát ugyanazt más lehet elmondani másként, nem ugyanazt, mint amit látunk. És az előítéletek ellen nyilván úgy lehet küzdeni, amilyen módszerekkel itt ebben a filmben is láttuk, hogy megmutatni kicsit másként azokat az embereket, hogy ők beszéljenek, ez szerintem az egyik legfontosabb. Nem mondjuk el, mit mondanak róluk, vagy milyen szerepen távolban látni esetleg őket, hanem ahogyan mi is élünk, ugyanolyanok, mint mi. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része, de én így gondolom, lehet, hogy nektek más a... Mondja csak, és mondtam. Hát nekem az, én közben így erre gondoltam, hogy miért hiányoznak az ilyen típusú filmek, videók így a mindennapokból, hogy mondjuk a többség az egy év alatt milliónyi visszajelzést kap a médián keresztül önmagáról ezerféle műsorba. A romákról, mondjuk magunk felé is, meg a többség felé, és tényleg még csak szerintem két tematika felől kap visszajelzést, hogy mint a többség, a legtöbb a többség felé elkövetett jogsértések, mint bűnöző romák, és a, így a romok sajtóközpontnak áll, az meg a másik, hogy a kisebbség, a romák felé elkövetett jogsértések, és akkor ez az a rész tök hiányzik, amikor az átlagember arca megjelenik, és ez az egész társadalomban így van, és szerintem a jelenlévők között is a nagy része tök keveset tud a romákról, tök kevés ismerőse van, tök kevés arcot ismer, vagy személyesen roma embert. És hogy ez tök hiányzik, és ezt az űrt próbáljuk betölteni. De végülis ezt nem lehet, mert ehhez rengeteg roma szerkesztőség kellene, ami hál' is indult, eddig majdnem mindegyik megszűnt. Bocsánat, én még annyit szeretnék hozzátenni ehhez az egészhez, hogy azért valóban tényleg sok negatív hír van, de ne felejtsük el azt, hogy vannak mondjuk ugye nem hírműsorok, de például tehetségkutatók, ahol napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre tűnnek fel nagyon-nagyon tehetséges, emblematikus emberek, akik romák. És gyakorlatilag akkor ott a néző az teljesen elfogadó tud lenni, tud vele azonosulni, mert, és még rajongója is tud lenni. Viszont ez a film, például amit most majd meg fogunk nézni előbb, ez, meg általában ezek a filmek akár problémát, mondjuk mindegyik egyfajta nehézséget, egy problémát vázol fel, viszont itt kap egy betekintést az ember, a környezetbe, de a mi filmünk az például arról szól, hogy ha most én felteszem azt a kérdést, hogy mit jelent nektek a magyar nóta, az mi? Milyen műfaj? És egyáltalán benne van az, hogy magyar. Hát ez egy hungarikum, ez egy unikum, amit egyébként cigány zenészek, cigány muzsikusok művelnek. És beszélünk arról, hogy ez az unikum, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ha legyünk aktuális, maradjunk aktualitásnál, hogy itt vagy Putyin, ugye, vagy bárki ide jön, akkor büszkén elviszik őt, akár a Gundelitten, bárhova, ahol cigányok húzzák a magyar nótát. És hogy ez a kincs, ez eltűnik. És egyébként az egy dolog, hogy eltűnik, de hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik egyébként valamikor tényleg szenzációs muzsikusok voltak, olyan helyeken, ahol tényleg dicsőség volt belépni, és akkor ezek az emberek most az utcán zenélnek. Vagy például, vagy hogyha ha valaki zenével foglalkozik, itt ebben a filmben is lehet látni, van lehetőség, van választás, az ország egyik legtehetségesebb hegedűművészével forgattunk. És
És hogy ő vagy a jazz-t játsza, vagy pedig komoly zenét játszik, vagy pedig popzenében. Ő például mondjuk ebben a filmben nincs benne, de én onnan ismerem, hogy ő a Kökény Attilával is zenélt együtt. És akkor, hogyha már itt most Kökény Attilát felhozzuk, akkor tehát itt van megint egy híres cigány ember, viszont nem tudunk semmit ennek a mélységéről, nem tudunk senkinek, azoknak az embereknek a mélységéről sem, mert hogy nem készülnek, illetve a háttéréről nem készülnek ilyen műsorok, és ezek a filmek pont erre jó, hogy több ismeretet szerezzünk, hogy ne legyünk előítéletesek, mert általában, ahogy problémás hírek jelennek meg a sajtóban, hogyha ilyen filmek készülnek, akkor is egy új, tehát egy problémát mutatunk be, de be lehet úgy is mutatni egy problémát, hogy nem érzi leterhelve magát az ember. Szerintem ebben a filmben például kap egy gyöngyszemet, de közben szembesül azzal, hogy Úristen. És akkor ott kap választ arra, hogy magyar nóta, meg cigányok, meg hogy fér össze a kettő, meg miről is van szó. Egy dolgot még megemlítenék a témaválasztáshoz, hozzátartozik, hogy nem ilyen témával készült a magyar stáb. Ezt végül is az amerikai producerek vezetője, Richard Beckman találta ki, hogy szóljon erről a film, és szerintem mindenki egy kicsit visszarettent, mert mi úgy éreztük, hogy már ezt nagyon sokszor megírták Magyarországon, filmek készültek róla, de ilyen típusú, mint amit végül is összehoztunk, azt hiszem, hogy pontosan nem, és főleg azért nem, mert ez valószínűleg azt is nem csak a hagyomány elmúlását, az idők változását mutatja, hanem azt is, ahogyan megélik az emberek, és valószínűleg ez a film tud azokhoz szólni, akik nagyon keveset tudnak a nóta hátteréről, és azoknak a zenészeknek a családjairól, magukról, az emberekről, akik ezekben az időkben életük nagy részét is másként kénytelenek tölteni, mint ahogy eltervezik. Tehát szerintem ez témaválasztás szempontjából is egy kihívás volt, mert nem volt benne olyan típusú konfliktus, mint mondjuk egy cseh filmben, ahol egy diszkriminációs... Ott belecsöppentek egy adott helyzetbe. Vagy egy lakás, egy nagyon súlyos lakáskonfliktus, ami természetesen diszkriminációval terhelt, és mélyen nagyon-nagyon-nagyon súlyos problémákkal. Mert ez egy túl könnyed témának tűnt, de szerintem végül is... De hogyha meg belegondol az ember, akkor nehéz, és az a szépsége ennek a filmnek, hogy van egyfajta melankóliája is ennek a filmnek, ahogy egyébként maga, tehát ahogy az elhalkuló nóta szó, hogy szépen lassan hogy eltűnik, és valahogy van egy ilyen lüktetése is a filmnek. Azért, hogy el ne hambalodjunk, kicsit belekontráltunk ebbe a történetbe, hogy a roma képből indultunk ki, vagy onnan kezdte el az egész petíteni, és amellett, hogy biztos bizonyára egy remek filmet fogunk látni, még nem láttam, és amellett, hogy a tradicionális roma hagyományok, tehát a magyar nóta, stb. Mellett százszerűen kiállok, meg a megmentése mellett, meg a hagyományok ápolása mellett, azért ne legyenek kétségeink a felől, hogy az előítéletek, legyenek ezek pozitív vagy negatív előítéletek, azok pontosan azon a két végleten csúsznak. Tehát a Gyuszi említette a cigánybűnözést, amelyik nem is így mondta ki, hogy ez az egyik nagy erős tematizáló fogalom a magyar közéletben és a romákkal kapcsolatban a médiában, másik pedig a megasztár, meg a romák tudnak zenélni, pedig aztán mondjuk a Gyuszit még nem hallottátok énekelni, nem is ajánlom, szólj, vagy engem akár. Szóval, hogy tényleg ez a két történet mozgatja meg a szállat, de nem látjuk a roma péket, nem látjuk a roma villamosvezetőt, vagy a fodrászt, vagy a mozigépet üzemeltető embert, és sorolhatnám a példákat. Egyébként kicsit önreklám is, mert az Ereske most pont valami ilyesmiben akarja magát beleásni, hogy ilyen képeket mutassunk meg. Szóval szerintem nagyon fontosak azok a dolgok is, amik a diszkriminációról, a bűnözésről, nem tudom miről szólnak, az iskolai szegregációról, pláne különösen fontos, akár az RSK számára is egy kiemelt téma, de vízesen keveset tudunk az úgynevezett hétköznapi hősökről, akik itt vannak, akik nem tűnnek föl, nem azzal tűnnek fel, hogy ők most a diszkrimináció áldozatai, vagy éppen bűnözők, vagy éppen megasztárok, vagy éppen kiválóan hegedűnek, hanem azzal tűnnek föl egyébként, hogy megbecsült tagjai a helyi közösségnek, és úgy élik az életüket, mint Jóska bácsi a szomszédba, és történetesen emellett ráadásul cigány emberekről beszélünk.
Szóval, hogy azért ez még nincs benne a mindennapi köztudatban, hanem mindig valami exotikum, vagy valami olyan címke alapján fogjuk meg ezt a dolgot, a romákkal való foglalkozást, ami inkább távolít, mint hogy elmosná a különbségeket, és még a hasonlóságukra asszociálna. Most ez egy nagyon izgalmas téma szerintem, és kérdezném, hogy most folytassuk a filmet, mert betöltött, és utána térjünk vissza erre, mert szerintem ez több időt igényel, és erről még beszélhetünk. Jó, akkor... Hát akkor ott hagytuk abba, hogy hétköznapi hősök. Szerintem folytassuk innen. Most a négy film, amit láttunk, az utolsó reflektál leginkább erre a témára. Nem tudom, mi lehet az oka annak, hogy kevésbé jelennek meg így a romák a bármilyen médiumon ilyen formában? Jó, tág kérdés. Hát ez egy régi problémája ennek az egész roma média problematikának, hogy a romák azok vagy, amire már utaltam korábban, hogy mindig valami különlegességként jelennek meg, legyen ez negatív, vagy legyen pozitív, és általában nem jelenhetnek meg úgy, mint hétköznapi emberek. Tehát, hogyha... Mert mindenképpen valamit társítunk ehhez a képhez, hogy annak valamilyennek lennie kell. A roma ember az valamilyen, leginkább csizmát hord, bajszos és kalapos. Ugye? Mi ezzel régóta dolgozunk egyébként, mert szerintem az összes roma médiával foglalkozó műhely azért ez benne van, hogy próbáljuk meg hétköznapivá tenni a szó jó értelmébe ezt az egész töltet, és ne exotizálni. Az RSK konkrétan most pont egy ilyen projektben van benne, amiről még olyan sokat talán is beszélhetek, mert a kollégám levenni a filmet, de valami olyasmi a lényege, hogy ilyen hétköznapi hősöket megtalálni és megmutatni, hogy hát ők a közösségnek, a tági értelembe vett közösségnek a megbecsült tagjai. Pont az a film, ami mondjuk az RSK-tól lement, vagy akár a Gyuszira is gondolok, egy nem pont erről szólt, mert azért emellett az RSK nem megy el olyan a romákat mindennapokban érintő problémák mellett, mint a lakhatási diszkrimináció, amit láttunk, mind a iskolai szegregáció kérdésköre, a munkanélküliség és így tovább. Tehát ezeket nem fogjuk amiatt jegelni, mert de pozitívan szeretnénk látni a világot. Sokkal inkább arról van szó, hogy a sok pikezsia mellett, tehát a gond, baj, bánat történetek mellett jelenjenek meg olyan pozitív történetek is, amik nem a különlegességről, nem a meg a sztárról és a nem tudom miről szólnak, amik egyébként nagyon fontosak a maguk helyén is lehet őket kezelni. Sőt, még ott is lenne mit tenni, csak most eszembe jutott hirtelen egy ilyen gondolat, hogy egy pár évvel ezelőtt a Getika könyvben konkrétan megemlítették a Karamelt és az Olajbolyát, mint a megasztár hőseit, és az Etika könyvben azt írták róluk, szó szerint már nem tudom idézni, sokáig ment, hogy már túl sokat szerepelnek a médiában. Ez volt odaadva a 7-es, 8-as gyerekeknek, hogy akkor ezt ők így fogják és így értelmezzék. Tehát ott is lehetne még mit javítani a dolgokon, de a hétköznapiság az tényleg egy pozitív jelentés tartalommal felruházva, az pont azt jelenti, hogy passzus, olyanok, mint bárki más, olyanok vagyunk, mint a szomszéd Józsi bácsi, aki történetesen a házmester a házban, vagy mit tudom én. Ezek a történetek. Szerintem. Nekem ami is így eszembe jutott az, hogy ez hogy alakulhatott ki, hogy a romákról leginkább a bűnügyi hírek kapcsán volt a legtöbb hír, és hogy ahogy én oda kerültem a Népszabadságot, láttam, hogyha mondjuk a napi lapból mondjuk hiányzott egy pici hír, és hogyha még kellett volna valami anyag, de nem volt, akkor a legegyszerűbb tényleg az volt, és ennek megvolt a fóruma, a háttere, hogy már akkor is, hogyha egy újságírónak kellett volna valami hír, felhívta a rendőrséget, hogy adjanak egy hírt. És akkor leginkább azt nem tudom miért, de legtöbbször romákkal kapcsolatos hír került be, de ez volt a legegyszerűbb az, hogyha mondjuk egy pici felületet még ki kellett volna tölteni a napilapba. És tényleg ennek van a legnagyobb csatornája, hogy most is, ha ez ma is él, ha még mondjuk ma is, ez szerintem még ma is működik, mert az ember egy újságíró
bemegy a megyei rendőrségnek az weboldalára, és akkor ott keres egy hírt, és akkor az berakja az üres helyre. És ez így alakult ki, hogy szerintem. Hát olyannyira, hogy gondolom, hogy mindenki szembesül azzal, hogy a copy-paste újságírás mennyire elhatalmasodott, nem csak nálunk, másott is természetesen. Ez nyilván sok minden összefügg, hogy Magyarországon talán még inkább érezhető ez, és csak egy nagyon egyszerű példát mondanék. Tavaly, és egy kicsit elkanyarodom a témától, de lehet, hogy azért lesz némi áthallás. Gender kérdésekkel kapcsolatban próbáltam tavaly olyan példákat keresni, amelyek egyébként, ha szokványos témát dolgoznak fel, mondjuk egy katasztrófát, és megpróbáltam megnézni, hogy a két évvel ezelőtti nagyon magas árvíz, ami egyébként az egyik filmben itt föl is képben megjelen, milyen egyedi riportok jelentek meg róla. És azt tapasztaltam, hogy a rendőrségi közleményeken, a katasztrófa védelmi hatóság közleményein, vagy bármilyen más ilyen típusú hatóság közleményein kívül, az online médiában nem volt felelhető önálló riport. Legtöbbször a szerkesztőségek egy fotóriportert küldtek ki, és így a képgalérián keresztül egyedi információ is eljuthatott az olvasóhoz. Nyilván jelentek meg a lapokban saját helyszíni riportok és tudósítások is, de ez rávilágít arra, hogy az újságíró munka napi munkában, abban a rutinban, bizony sokszor ez a legegyszerűbb megoldás. És akkor a rendőrségi híreken túl még azt is megemlíthetjük, hogy a híradásokban nagyon sokszor, és ezt az NMHH felméréseiből tudjuk, meg sem említik névvel például a hírben szereplőt, ha történetesen romáról van szó, hanem inkább tömegként megjelenik valahol a háttérben, vagy mások beszélnek róla, és ez szerintem egy nagyon nagy hiányossága az egész magyarországi, meg azt hiszem, hogy mások is a mainstream médiának. Hogy mi ennek az oka? A napi rutinon túl nyilván van egyéb is, de ezt még megbeszélhetjük. Én azért erre még reflektálnék, hogy teljesen egyetértve Ilonával, hogy az világos, hogy a romák általában a médiában tömegként, masszaként, vágóképként, név nélkül jelennek meg általában. Ezért például az RSK-nak a gyakorlatában az egy alapvető szabály, hogy ha valaki megjelenik, akkor annak neve van. Ugyanis úgy lesz személyes a történet. Ez egy érdekes kísérlet, tehát hogy most elmondom, az ember erre nem gondol, amikor néz egy híradót vagy egy riportot, de mennyire személytelen az, amikor megjelenik valaki, még akár kap is talán egy szót vagy kettőt, és nincs neve. És nem tudjuk, hanem egy ember a sok közül. A romákkal általában ez nem szokott előfordulni, mert nem szoktak szót kapni, hanem a kamera messziről veszi őket egy ilyen forgalmas utcán, ahol csődület van, mert hogyha kijött a tévé, akkor összeszáll az utca népe, úristen, megint mi történt, akkor azt jól lehet vágóképezni, és közben a okos riporter pedig elmondja, hogy hát itt vagyunk, mindenki tudja, hogy hol, ki se kell mondani, és akkor így jelennek meg. Ez az egyik. Egyébként most észre is vettem, hogy ebben a filmben például nem tettem keresztnevet a Galamb Ferencnének, aki egyébként Szilvia, ez egy nagy hibám volt, mindegy. Tehát, hogy ez nálunk alapszabály, amit csak akkor térünk el, hogyha olyan kényes témákat dolgozunk fel, mint például a rendőrségi szabálysértések esetében mondjuk vállalja ugyan az interjú alanya a szereplést, de mégis azt mondja, hogy inkább a nevét nem mondjuk, stb. Tehát amikor kifejezett kérés van erre. De kicsit elkanyarodtunk attól a témától szerintem, hogy hétköznapi roma, és ami nem biztos, hogy baj. Nem is tudom, most így elakadtam. De folytasd akkor, hogy valaki. De hogy csak, hogyha van kérdés, hogy a szószünetre visszatérve, mert végül is azt hiszem, hogy amikor ezt elindítottuk, de Gyuszi majd erről még beszél. Tehát 2009 óta több mint 1000 multimédiás anyag jelent meg, ami azért elég nagy szám, és ebben biztos, hogy elég sok hétköznapi ember is megjelent. Diákok, pedagógusok, divattervező, és még különleges ebből a szempontból nem egy hétköznapi
jelenség, de nagyon sok olyan portré vagy történet hangzott el, ami, ami igyekezett bemutatni a hétköznapi embereket. Ez ezer filmet jelent? Nem csak filmekben, rádiós anyag, szöveges, képes és videós anyag is benne van, mert rádiós műsorokat is készítettünk. Én még talán ahhoz a filmhez visszakanyarodnék, amit nem láttunk egy nagyon kicsit a magyar filmhez, hogy nem, mintha ezek nem azok lettek volna, mindegy. Szóval, hogy emlegette az amerikaiságot, meg te is mondtad, hogy sokat segített, de sokban megkötötte a kezüket, és hogy mi az, amiben máshogy döntöttek volna, hogyha ez nem egy amerikai koprodukció, hanem ez egy tényleg tőlük is függetlenebb valami. Igen, annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye itt az is meg lett említve, hogy a téma, hogy nekem úgy tűnt, mintha ha lett volna a lehetőség, akkor más felé is irányult volna az egész dolog, és akkor is lenne ez. Sajnos nincs itt a Laci, de mondjad, és aztán majd. Ja, én nem vettem részt azoknak a filmeknek a készítésébe, de azért érdemes megnézni, meg főleg aki majd filmmel akar foglalkozni, hogy tényleg olyan szakemberek adtak tanácsot, olyan amerikai profi szakemberek, ezt majd az Ilona tudja elmondani, hogy kik voltak azok, akik olyan ötleteket, vágástechnikai ötleteket, vagy vágóképek szempontjából, hogy hogy vegyék fel ezt a képet, és utána hogy rakják össze a filmet, hogy ezt érdemes megnézni, hogy ez szerintem még 10 év múlva is minta lesz, vagy majd akkor jut el a átlag webvideó oda, ahol ők most tartanak. És ebből egy példát tudok csak mondani, aki itt Magyarországon jól csinálja, időt szár rá, kiírja a romáknak a nevét, ez a Hajdú D. Szabolcs, hogy az ő... András? Hajdú D. András, hogy az ő két videója, ami két roma telepen készült, na az van úgy megvágva, ahogy az amerikaiak tanították a Laciékat. Nyert is egy nagyon... Nagyon sok díjat nyert. Most lehet, hogy miben... Igazából ez valóban egy európai koprodukció, nem csak amerikai, de mindenütt az amerikai szakértelem tényleg dominált. Hát egyrészt azt hiszem a forgatás technikai részek már önmagukban különböztek egy kicsit, például nagyon szigorú szabályok érvényesültek. Nem vettük föl, vagy nem vettek föl a forgatásról semmit várról, hanem állványról dolgoztak. Ez egy szabály volt, hogy követjük a kamerával az eseményeket, de nem rohanunk senki után. Tehát ez természetesen bizonyos helyzetekben nehéz, és valamikor nem lehet elkerülni, de nem nagyon sok ilyen volt. Ez az esztétikai érték miatt volt, vagy ez az esztétikai, meg ez egy szemet is ad. Tehát ahogyan én ülünk és nézzük. Uh-huh. Tehát kicsit behozza a nézőt a filmbe. A másrészt nincs zene. Nincs aláfestés, nincs narráció, hanem csak azok a hangok különböző, hogy ér A, B és nem tudom hány roll alapján, tehát azokat a hangfelvételeket külön kategorizálták, tehát ezt mind úgy tanították meg, én nem vagyok filmes, tehát nem biztos, hogy szakszerűen el tudom magyarázni, de ezeken nagyon sok napot dolgoztak, hogy a hang vigye a történetet. Ez egy nagyon fontos szempont volt, és még nagyon sok ilyen, de azt hiszem, hogy ezeknek a megismerése ezt a bizonyos történetmondást segíti. És még egy dolog volt, amit el kell mondani, és ezt is a Richard Beckmantól tanultuk. Miamiban egy sok nemzetiségű városban, egy rendkívül sok nemzetiségű egyetemen tanít, és ezt a módszertant azért találták ki, hogy azoknak adjanak hangot, akiknek nincs. Tehát olyan helyekre mentek el diákjaikkal, például Argentinában pásztorok közé, Argentina déli, legdélibb csücskében egy olyan szigetre, ahol csak egy világító torony van, és azon egy család él. Tehát olyan különleges, de mégis csak hétköznapi embereket mutattak be, és azt hiszem, hogy ezek azok a technikák, amikkel nagyon egyszerűen
közel lehet hozni az ilyen eseményeket. És ugyanígy ebben a filmben is megszólal a nagymama, megszólal a család minden nemzedéke szinte, és ez azt hiszem megint az a történetmesélési módszer, hogy nem csak a főhősre koncentrálunk, és ez a sokszínűség abból is a fakad, hogy egy család is sokszínű, mint ahogy ezt már azt hiszem, hogy látszott a bolgár filmben is, ahol megszólalt több nemzedék, és ugyanígy a filmben. És hát ezek azok a módszerek, amiket szerintem érdemes megtanulni. És mi volt egy kérdésed, hogy, mert, ami volt még, hogy a témaválasztás más? A témaválasztás, igen, az más lesz volna. Egészen mással készültünk, és ebből kiderül, hogy a mi előadásunk nem sikerült Prágában. Mi azzal készültünk, hogy mezőgazdasági témát választunk. Ez volt az egyik, a másik pedig a Roma Lab bemutatása. De hát kiderült, hogy a cseh kollégák is Roma Lab-pel készültek, ott ráadásul ez összekapcsolódott egy nagyon szomorú történettel, egy gyilkossággal. És nem volt alternatív témájuk, és nagyon erős is volt az a téma. Úgyhogy a mi összes témánk lényegében nem sikerült. Tehát egy csalódottságot érzett mindenki, mert úgy gondoltuk, hogy ez mégiscsak érdekes lenne Magyarországról, nem egy sztereotípiát erősítő zenész témát választunk. Úgyhogy... Ezt leszavazták? Leszavazták, mert majd a többi filmből kiderül, hogy ott vannak hasonló témák, nem pont ilyenek, de faluba mentek, és azt mondták, hogy még egy falusi téma nem kell. Legyen egy fővárosi, vagy egy városi téma. És engem érdekel, nem tudom, hogy igen? Lett volna ez a mezőgazdasági téma egyébként kifejtve. Az egyik lett volna, az uborka termesztésről szólt volna, Uszkán. Tehát a legkeletibb csücskében Magyarországnak. De ez nem jött össze. És tényleg nem tudjuk megmondani, hogy miért pontosan. Ez persze mutatja azt, hogy nagyon nehéz eladni egy történetet. Tehát, hogyha abban nincs meg a konfliktus, nincs benne az, amiért érdemes oda menni, és nem tudom meggyőzni a többieket, akkor bizony hátrányba kerülünk. Másrészt nekünk több témánk volt, másoknak egy. És nyilván nem akarták olyan helyzetbe hozni a többieket, hogy most hirtelen kelljen más, valamilyen témát váltani. Ezért mi éreztük úgy, hogy mi vagyunk hátrányban, mert egy új témát kell elkezdeni, amit nem készítettünk elő. Tehát el lehet képzelni, hogy ez benne volt ebben a helyzetben, viszont... Tehát akkor az ajánlat kívülről jött, Ili? Az ajánlat kívülről jött. A nóta, az elhalkuló nóta. Igen, igen, a zene témája az is átlátmányből jött. Nagyon rosszul. És nagyon megnehezítette a munkát aztán? Megnehezítette a munkát, és hát elvesztettünk körülbelül egy hetet. Mert újból kellett kezdeni a szereplők, a helyszínek megkeresését, minden egyebet. Ja, bocsánat, csak hogy akkor a találkozó előtt már megvoltak az alapok azoknak az elképzeléseknek, ami most említve lett? Hogyne, hát egy megfelelő kutatást el kellett végezni, föl kellett venni a kapcsolatot minden szereplővel, hogy ha nyer a téma, akkor elmehetünk-e, el tudjuk-e készíteni azt a bizonyos filmet. Tehát ez egy nagy hátrányt jelentett, de ez benne van minden ilyen együttműködésben, tehát ezt úgy kell felfogni, hogy nem minden sikerül. Másrészt benne volt az is, hogy a Richard Beckman nagyon jól ismerte a stáb néhány tagját, akikkel már 2 évvel korábban együtt dolgozott, és tudta, hogy itt lehet váltani. A többieket nem biztos, hogy úgy ismerte. Tehát ez kifejezett egyfajta bizalmat is. Ebből a szempontból nem volt rossz, és ő segített is abban, hogy körülbelül ő mire gondol. De nem volt nagyon könnyű az elképzeléseket egy közös nevezőre hozni. Utasság megkérdezni, hogy ennek mi lehet az oka, mert ezen biztos gondolkodtak, hogy miért nem lehetett ennyire, miért nem voltak hajlandóak egy nem sztereotípiát erősítő témát választani. De problémaérzékeny témákat kellett keresni, és az egyik, amit láttunk az iskolai problémákra, az oktatással kapcsolatos diszkriminációról, illetőleg egyéb problémákról szólt. A másik a lakhatásról és a kombinált
diszkriminációra, ez a szlovákiai téma. A romániai téma a vallás szerepe az integrációban, pedig ahogy mondtam, a zene és a, ott is egy diszkriminációs, és ráadásul egy gyilkosság, tehát ez egy nagyon erős téma volt. Most ehhez képest egy falusi mezőgazdasági téma, ami hétköznapi emberekről szól, nem annyira izgatta föl őket, ráadásul pontosan abban az időben zajlott a roma gyilkosságok pere. És az mindenkit izgatott, de hát azt meg nem lehet elkészíteni két hét alatt. Tehát abból nem lehet filmet készíteni, mert egy tárgyalásról, meg egyébként is mi lesz a tárgyalásról szóló film az. Az nem olyan. Tehát arról komoly filmek készültek, meg készülhetnének még. Tehát egyszerűen nem volt elég erős az a téma, a rap pedig a cserből az érthető. Tehát ott kiütötte. Igen. Tessék, de hát nem szoktam nagyon sokat beszélni. Köszönöm. Azt gondolkodtam, hogy lassan kinyithatnánk, hogyha vannak kérdések, nyugodtan fel lehet tenni. Mi örülünk neki, meg egyébként is. Fruzsi, nektek volt egy kérdésetek, amikor beszélgettünk így előtte az esztétizálással kapcsolatban, azt nem akarod megkérdezni, mert szerintem ez nagyon érdekes lehet. De azt megkérdezem szívesen, szóval a két falu történetét leíró filmben született meg bennem az az érzés, hogy ott az egyik falu egy fejlődő, az egyik egy fejlődő falut mutatott be, a másik falu pedig egy nagyon pont, hogy romlásban lévő, vagy hát pusztulásban lévő falu volt. És itt voltak szörnyű sorsok. Viszont annyira szép volt a képi világ, és annyira jó volt az operatőri munka, hogy én ezáltal sokkal kevésbé tudtam komolyan venni az egészet, mivel behozott olyan játékfilmes tradíciókat, ami Hollywoodban van például, hogy romantizálja ezeket a szörnyű sorsokat, és hogy ez egy olyan rossz, vagy hát nehéz probléma szerintem a dokumentumfilmek számára, hogy ezen gondolkodnak filmkészítés közben, vagy ez előfordul egyáltalán? Ez a romániai filmről szólt, de... Ez ebben a projektben készült film? Igen, és ez romániai film volt. Én az az igazság, hogy nem ismerem az ottani filmkészítés problémáit, vagy hogy milyen szempontok merültek fel, de minden filmre rányomta azért a bélyegét, vagy inkább ismertetőjelét, az, hogy ki volt a vezetője annak a bizonyos forgatásnak, és ott egyébként Romániát nagyon jól ismerő amerikai filmes dolgozott. Tudom, hogy helikopterre vettek föl bizonyos jeleneteket, tehát ott valóban voltak ilyen halubili típusú megoldások, de nem tudom, nem igazán tudom. Hát én csak én azt tudom, hogy ez mindegyik filmet ilyen profi kamerákkal vették föl. És itt a legutolsó az RSK-s film is, ahol egy hölgy beszél a miskolci ügy kapcsán, a kilakoltatásuk kapcsán, hogy az is már egy ilyen profi 5D-ben lett fölvéve, és már az is szépé teszi a néni. Egyébként is szép volt ez a néni, de az a kamera, az nem is világítottunk, és tök szép a kép. Hogy egyébként az is már... Ki nem volt zavaró valahogy. Dokumentumfilmkészítésnél is, mint ahogy sok minden más munkánál, nyilvánvalóan az az alap, amit már Ilona kimondott, hogy ki készíti azt a filmet, milyen nézőpontból közelít a témához. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, mint alázat meg, nem tudom mi, de mondjuk a minimum a tisztesség. A tisztességgel áll hozzához a történethez. Erre egy jó példát tudok mondani, amikor a Pesti Fekete Doboztól a Pesti Laci lement egy ilyen borsodi közösségbe, egy faluba, mély szegénységben élő cigány emberekhez, egy konkrét cigány telep volt, és hát valami egészen penetráns filmet készített róluk, amiben a cigánybűnözés volt a minimum, ami a értékként jelent meg a beneszereplők világában, akik egyébként minimális megszólalást kaptak a filmben, ezzel ellentétben mondjuk az úgynevezett cigányvajda, az beszélhetett, meg Forgács István nevű fura szerzet is beszélhetett. A lényeg, hogy annyira felhúztuk magunkat a filmen, hogy egyrészt Setét Jenővel, aki egy neves roma mozgalmár ma Magyarországon, egy tiltakozó akciót is szerveztünk, illetőleg az RSK stábja lement a helyszínre, és fölkutattuk azokat az embereket, akik
akikkel akik ebben a filmben szerepeltek, és megkérdeztük őket, hogy mit szólnak hozzá. Számítottunk arra egyébként, hogy nem látták a filmet, ezért levittük a filmet, megnéztük, ott bementünk egy szobába, vagy 20-30-an néztük meg egyszerre. A lényeg, hogy ezek az emberek teljesen ledöbbentek, elmondták, hogy becsapták őket, pénzt ígértek, ismerettséget ígértek, kiárást ígértek nekik, és amikor meglátták a filmet, azt mondták, hogy kiforgatták a szavaikat. Egész pontosan a mi filmünknek az lett a címe, hogy jobban meg kellett volna lágni, mert ezt az egyik szereplő mondja, hogy hát ezt jobban meg kellett volna lágni, ezt a történetet, mert ez így hazugság. És akkor újra forgattuk tulajdonképpen az egészet ezekkel a szereplőkkel, és néha bevágtunk az eredeti filmből részleteket, és hát éresen látszik a különbség. Tehát nem akarom most lelőni a nagy poén, vagy nincs is nagy poén. A lényeg az, hogy mi egy ilyen kíváncsi, odafigyelő attitűddel érkeztünk, és egész más történetet hoztunk ki a dologból, mint a Pestinek sikerült. Mondok erre egy egészen egyszerű példát, illetve egy dupla példát. Ráadásul ez az eredeti dokumentumfilm, egy horrorfilmes eszköztárral operál. Megjelenik a telep, messziről ég a tűz az udvaron, valaki, mintha oda csinálná a dolgát az udvarra, ez se derül ki, mert messziről van az egész, és akkor van még egy kép, sok ilyen kép van, ahol egy kuka köré, egy nyílt színű kút köré egy gumi abroncs van ratéve, és az is ég. És akkor emellett mennek ezek a horrorfilmes zenék. Akkor megkérdeztük az embereket, akiknek egyébként a nevét se sikerült jól leírni az eredeti dokumentumfilmben, csak hibásan, hogy akkor mondjanak már ezekről a jelenetekről valamit. És kiderült, hogy a udvaron égő tűz az azért volt, mert le voltak fagyva az utak, ugye 10-20 centis hó állt mindenhol, és a kukás autó már két hete nem jött ki, valamit meg kellett kezdeni a szeméttel, ezért elégették. Az abroncs pedig azért volt a kút körül, mert ugye nem volt vezetékes víz a házakban, valahogy vizet kellett nyerni, a kút befagyott, fel kellett engedni fél méter mélyig, ahol már ugye fagypont van, és ezt így tudták megoldani. Tehát ennyire egyszerű volt a történet, és az eredeti filmben pedig semmilyen magyarázat nem volt, ehhez csak az, hogy hát a gettó az körülbelül így néz ki, mint amikor az amerikai filmekben látjuk, a hordó körül állnak és melegednek című történet. Szóval, hogy egy dokumentumfilm alapvetően ilyen attitűd kell, ami nyilván mondjuk bennünk megvan, azt nem értem, hogy a Pestiben miért nincs meg, hiszen ő látott már azért korábban cigánytelepet, meg milyen embereket. Tehát szerintem ez a titka, és visszatérve egy kicsit a korábbi témához, és akkor tényleg befejezem itt a szómenést, hogy én azt nem hiszem, hogy itt ilyen nemzeti karakterek lennének, vagy az amerikaiak hú de jól tudnak dokumentumfilmet csinálni. Valószínűleg ezek nagyon jó szakemberek voltak, akikről itt szó esett, de ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon ne lennének legalább ugyanilyen jó szakemberek, sőt én magam ismerek nem egyet, akik hihetetlen kreatívak és jól csinálják ezeket a dolgaikat. Vannak bizonyos szakmai minimumok, amiket nem árt betartani. Ilyen például az a dolog is, hogy mondjuk a kamerát nem tesszük a bálunkra, vagy nem kézből kamerázunk, hogyha csak nem akarunk egy ilyen hullámzó filmet kapni. A Gyuszi tudja elmondani, hogy én milyen idegbajt szoktam kapni bármelyik operatőröm, hogyha nem elfelejt állványt hozni, mert hogy az valami lehetetlenség akkor forgatni. Tehát vannak ilyen trükkök, amik alapvető dolgok, és hát vannak jó szakemberek. Amerikában is, meg Magyarországon is, meg sok helyen. Sőt, hát a magyar dokumentumfilmről aztán nem nekem kéne dicsinuszokat zengeni. Kiváló magyar dokumentaristák vannak, filmesek. Úgyhogy ez nem ilyen karakterológia kérdése. Hát igazából ugyanez, amit a Gábor mondott, hogy a képi világban, amit te mondtál, hogy ilyen hollywoodi szintre emelte az a román film, vagy a bulgár film, az is, hogy tényleg, amit a Gábor mond, hogy tényleg itthon is a telepeken irdatlan körülmények vannak, hogy tényleg ott van a szemét, meg minden, de ha valaki lemegy, akkor két attitűd van, hogy vagy a szemét érdekli, meg a koszos, a kosz, a piszok, vagy az ember. És akkor ebben a filmben is a bulgár inkább az ember jött elő, és nem használtak olyan vágóképeket, ami ma a többségnek lehet hiányzni ebből a filmből. Hogy, mert ez tényleg ilyen hiányérzete, tehát hogy ez egy más film. Hogy miért nincsenek, hogy miért nincs ott a szemét, miért nincs ott a koszos gyerek. Igen, viszont. Igen. Egyébként mi nem szoktuk el hallgatni azt, hogy ha ott esetben szemét van, akkor megmutatjuk a szemetet. Tehát nem az a fő célunk, hogy itt az a valóságot valami szebb formában mutassuk meg, csak az attitűd, ami más, hogy amit az előbb elmondtam, miért van ott az a szemét. Voltaképpen itt is feltűnnek azért a körülmények, tehát nincs eltitkolva semmi.
De azt hiszem, hogy az, hogy, hogy mi a hangsúly, tehát mit akarunk bemutatni, mi számít, és nekünk is mit, és mit akarunk mondani, ez nagyon fontos. Tehát ilyen egyszerű dolgok. Valóban egyébként a Gábor arra értek, kiváló szakemberek vannak Magyarországon. Ez egy olyan projekt volt, amelyben egy amerikai szakértelem, és ennek ugye a videó újságírás bizonyos dokumentarista vonulatának a ismereteit adták át, és, ez, és ilyen szakembereket hívtak. Ez ezen volt. Egyébként pedig még annyit a témaválasztás is szóba került az előbb, hogy igazából az a régi közhelyes mondás, hogy a téma a földön hever, az nagyon él. Tehát például mi a szabálysértéseket úgy csináltuk meg, vagy azért csináltuk meg. Egyrészt régóta bennünk élt ez a képe, tudtuk, hogy a rendőrök nagyon visszabüntetik a cigány embereket vidéken, főleg vidéken. De akárhol mentünk az elmúlt években riportozni, teljesen mindegy milyen témával, legalább 10-20 ilyen téma előkerült. És azt egyébként tudja, hogy a nagybátyámat tegnap büntették, meg nem tudom, mert nem fogott a fék a biciklien, és így tovább, és így tovább. És akárhova megyünk a mai napig is, a témák azok csőst jönnek. Tehát igazából az van, hogy sokkal több téma van, érdekes téma, ami hírértékű is adott esetben, sőt, majdnem minden esetben, csak nem győzzük őket feldolgozni. Tehát a témaválasztás szerintem, ha valaki, és ez nem cigány specifikus, vagy nem cigány specifikus, lemegy az ember egy faluba, rögtön megtalál 8 témát, amit külön önállóan fel tud dolgozni, szóval az nem olyan nehéz. Az egy másik kérdés, hogy ez a Ctrl-C, Ctrl-V újságírás, ez most nagyon tényleg megy, ahogy az Ilona is elmondta, hogy sokkal egyszerűbb egy meleg szerkesztőségből, ott azok megírták valamit, hozzáteszünk, vagy külföldi újságból lefordítjuk, stb. Az ilyen dokumentarista újságírás, és nem kell az tényfeltárónak lenni, az időigényes, meg energiaigényes, macerás, dolgozni kell hozzá, le kell menni, meg kell csinálni, de ettől szép. Csak hogy kérdésem lenne, hogy a témán kívül így ugye most a technikai dolgokról van szó, és hogy azzal kapcsolatban voltak megkötések, tehát hogy lehet, hogy az egyik, mert vagy nem tudom, lehet, hogy tényleg csak ennyire az operatőrön múlna az, hogy milyen lesz az egész hangulata vagy hangvétel a dolognak, vagy pedig azért vagy tényleg lehet, hogy egyszerű kérdés, csak tényleg nem látok bele, vagy hogy így próbálom megérteni, hogy voltak-e... Szerintem erre mind a hárman más fogunk mondani, mert, vagy részben más, mert hogy... Mi is pontosan a kérdés, Sári? Hogy voltak technikai megkötések magát, így például a dokumentumfilmet illetően, hogy ugye említve lett az a hollywoodi hangulatú film, illetve vannak olyan igazán dokumentarista jellegű felvételek is, és hogy igazából csak ennyi lenne a kérdésem, hogy voltak-e technikai megkötések, hogy mit, hogyan, illetve tudom, nyilván vannak alapszabályok, de... Az online újságírásban, hogyha egy témát be akarunk mutatni, akkor nincs már olyan, hogy operatőr, meg rendező, meg világosító, meg nem tudom mi. Ez most már egyébként a legtöbb szerkesztőségben, még a kereskedelmi tévéknél is előfordul, hogy zsugorodnak ezek a történetek, ami egyébként sokszor a minőség rovására is mehet, de én most nem akarok belemenni mélyen a témába. Az online újságírásban nem ez számít. Jó, hogyha van egy jó operatőr, meg mondjuk még egy ember, aki tudja, hogy mit akar csinálni, és instruálja az operatőrt, de sok esetben ez a személy megegyezik. Elég nehéz műfaj, amikor saját magadnak kell kamerázod és még kérdezned is, de meg lehet tenni. Mi általában ketten szoktunk minimum menni. Szóval ezek összemosódnak. Ha valaki viszont egy nagyon minőségi, nagyon meg akar valamit mutatni, a Gyuszi és a Ilona által említett Hajdudi Andris például, amivel nyert, az egy nagyon komoly technikával, nagyon komoly művészeti igényel előre kidolgozott, szerintem forgatókönyvet írt róla, napokig ott volt, külön utómunkázta a dolgot, de ez mondjuk a mindennapi rohanásban ez nem számít. Be akarom mutatni, hogy a számozott utcán hogy élnek az emberek, akkor ez írok egy cikket, meg van egy beszélő fej, jó esetben még vágókép is van, és akkor azt lefilmezem, és ott nem az számít, hogy milyen a képi világ, meg a technikai megvalósítás, hanem az számít, hogy mi van a sztoriban. Hát így, hogy a technikai feltételek az, hogy adottak, vagy hogy kötöttek-e. Igen, az amerikaiak idejöttek, és akkor mondjuk ott volt egy minimum 5 millió forint értékű felszerelés, hogy olyan kamerák, olyan objektívak, ami ért annyit, mint 3 kamera. És akkor most már a Gáborék azért nem hívnak engem kamerázni, mert a Bordás Robit hívják, aki 1 milliós géppel dolgozik egy ilyen 5D-vel, mert szebb kép lesz. Szebb kép lesz tőle, mint amit a nénit látunk, hogy oda nem kell annyi világítás,
hogy tényleg ezeken múlik, és utána a képi hatás is, hogy mivel készül el. És tényleg olyan, tényleg rossz helyzetben vagyunk, mert például nekik nincs kamerájuk, mi hívnak egy külsős operatőrt, aki egy szervezetnek a kameráját használja. Mi meg olyan kamerát használunk a Soszinetnél, amit én már nem használok, mert én is egy másik alapítványnak a kameráját használom, mert ez egy kicsivel jobb. És akkor így a filmek minősége tényleg múlik ezeken. Múlik is, meg nem is. Robi azért egy nagyon profi operatőr, azt ne felejtsük el, de én már kint a szünetben mondtam a hölgyeknek, hogy én ezzel a telefonnal is készítettem már olyan filmet, ami megjelent online mainstream médiába, óriási nézettséggel. Egyébként azért, mert nem volt nálam kamera, és éppen nem is gondoltam, hogy forgatni fog. Eszembe jutott és leforgattam. Szóval a technikán sok múlhat, de azért nem minden. Ezeknél a filmeknél is azért a technika fontos volt, a Jussi is említette, meg bizonyos szabályok is, de nem ez számított csupán, hanem ott voltak, rászánták az időt, rengeteget beszéltek arról, hogy mi jöhet ki belőle, és ez egy közös munka volt, és nem egy ember készítette a felvételeket, hanem többen, és váltották is egymást, ki mikor riporterként, vagy operatőrként dolgozott, utána meg is vágták, tehát ez a bizonyos one man band módszertan végül is a nagy stábra is igaz volt, mert mindenki csinált mindent, tehát meg kellett tanulni minden szakmai fogást, és szerintem ez, hogyha egyedül megy valaki, például a romániai producer, az amerikai producer Haitin készített a nagy földrengés után egy 5 perces film, arról, hogy hogyan élnek ott a sátrakban az emberek, és egyedül készítette. Nem lehetett volna megmondani, hogy volt-e mellette operatőr vagy sem. Tehát valóban nagyon sok minden múlik. De rászánt, azt hiszem, hogy másfél hetet van az 5 percre. És az is akkor olyan profi film lett, ami ennek el lehet képzelni. Tehát nagyon sok minden múlik a koncepción, az emberen, az empátián, akaraton. És még annyi, hogy én ilyen webvideókat csinálok, én nem is kezdtem még bele dokumentumfilmbe, a webvideó az arról szól, hogy van egy hír, esemény, oda mész, délelőtt leforgatod, és délután estére megvágod. És más a dokumentumfilm, ahol idő van rá, meg napokig ott lehetsz, és akkor ez tényleg más hatású film jön ki belőle. Hát a Gyöngyöspatai filmek például milyen körülmények között készült, és hát ugye az egyik legkomolyabb konfliktus idején. Ja igen, hogy mondjuk a webvideózás mi akkor kezdtük el, amikor a nagy online médiumoknál is, és ott tényleg mindenhol egy ember csinálta, és ott nem volt feltétel, ott mindenki ugyanúgy csinálta, hogy mozog a kamera, egy ember kérdez, utána ő vágja meg, és ott a hír számított, és nem a szépség, meg ott nincsenek meg azok a filmes szabályok, ami egy dokumentumfilmnél megvannak. Köszönöm, viszont akkor most már tényleg megkérdezném, hogy van-e kérdés. Adjak mikrofonot? Szerintem megpróbálom a Roma Honnan projekttel kapcsolatban, hogy volt-e valami speciális célközönsége a projektnek, ugye az 5 ország társadalmán kívül, és akkor igazából így két kérdés lesz rögtön belőle, hogy van-e valami visszajelzés, hogy mennyire sikerült a célközönséget elérni, akár nézettségi adatok, akár személyes benyomás alapján? Találkozónk elején említettem, hogy ezt megelőzően volt egy másik 2 éves projekt, ahol azt hiszem, hogy mindenki a saját országában próbálta megismertetni a filmeket, de nem volt igazán rá vevő. Tehát a televízióknak próbáltuk felajánlani, de nem sikerült. A mostani projektben egyértelműen nemzetközi közönséget céloz meg a projekt, a vezetősége is, meg a mikor már kidolgoztuk a projektet, gondoltunk arra, hogy sokkal inkább más felé kell gondolkodni. Csehországon az állami televízió, vagy a közszolgálati televízió műsorára tűzte a filmeket. Mi Magyarországon szintén felajánlottuk, még nem kaptunk választ, de még reménykedünk. Ha nem, akkor tovább megyünk és megpróbáljuk, de nemzetközi fesztiválokon is szerepeltek a filmek. Jövő hónapban Bécsben lesz egy bemutató egy múzeumban, amelyet az Erste Alapítvány jóvoltából tudunk megszervezni, és a magyar filmeket is bemutatják, szlovákiai és cseh filmeket szintén.
Tehát én abban reménykedem, hogy még ezek a filmek máshova is eljutnak, de az biztos, hogy nagyon nehéz bejutni egy 13 perces, 15 perces, 8 perces filmmel bármilyen televízióba. Egyszerűen nem fér bele a műsor struktúrába. A közszolgálati televízióknál ez egy normális dolog lenne, de ez valamiért nagyon nehezen megy Magyarországon, és azt hiszem, hogy Csehországban is azért volt sikeresebb, mert ott az ottani partnerszervezetünk vezetője, a Romeo vezetője közben egy elég magas beosztásba is került, és nagyon jó kapcsolatot építettek ki az ottani állami televízió, vagy közszolgálati televízióval. Tehát nem tudom, ez a legnehezebb része. És amikor a filmek készültek, valóban azt a nemzetközi közönséget vették célba, hogy közérthető, szép filmek legyenek, amelyeken keresztül érdeklődést lehet felkelteni. Volt még egy másik fele a kérdésnek, hogy... Vagy volt, de... Igen, jó, okay, bocs. És hogy tényleg ekkora szükség van arra, hogy köztévébe bejutásra? Tehát, hogy például egy a köztévé honlapjára bejutás, ez nem elég például nézettségileg, csak hogy mondd, hogy a műsor struktúrában nem fér bele, hogy már alapból a média struktúrája is kicsit szabadabb, hogy... Ugye ezeket a filmeket tényleg az lenne, mindenki arról álmodik, ha készít egy filmet, hogy sokan nézik meg. A közszolgálati médiába be kellene férnie egy ilyen filmsorozatnak, vagy akár rövidebb, mint teljesen mindegy. Szerintem ez egy olyan feladata lehetne a köztelevízióknak. A online részébe meg nem nagyon tudom, hogy betesznek-e olyan filmet, amit nem vetítenek le egyébként. Tehát én nem ismerem ezt a nem ismerem. Nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő, igen. Bőven lenne rá lehetőség. Tehát valószínűleg tovább kell mennünk, majd mást keresünk, de nem könnyű. Volt egyébként a TV2-ben, bemutatták egy későbbi filmünket, amit most nem vetítettünk le, a 2014 nyarán készült, amely Sárföldi Gyuláról, balettművészről szól, és ők meg is hívták a Mokkába. Tehát végül is volt valamilyen visszhangja, de nem hiszem, hogy maximálisan elégedettek lehetünk a nézettséggel. Olaszországban óriási sikere volt, ott tényleg egy nagyon nagy létszámú vetítésen mutatták be a filmeket, és Amerikában szerintem, azt nem tudom, onnan még nem tudom, hogy pontosan hogyan, hol vetítették egyetemen biztosan, de az nem tudod. Hogy ennyi filmet ott a egyetemen majd tanítják, hogy ilyen az más, az oktatás részeként, de az egy más történet, igen. És hát szerintem kisebb létszámú bemutatás országon, és ott a Szimbiózis Fesztiválra vittük, és hát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, tehát ez egy nagyon nagy öröm nekünk. Valamelyik online médium átvette esetleg? Ezeket televíziós közvetítésre szántuk. Tehát, bocsánat. Tehát ez az elsődleges cél, és még mindig nem tettünk le róla, hogy ez sikerül. Hogy mi lesz? Tehát, hogy ugye említett, hogy volt több téma, és velük már előzetesen beszéltek, hogy úgy velük így mi lett utána? Beszéltek velük, vagy hát sajnos most nem, és hogy lesz ennek viszont még máshol lehetőség, vagy máshogyan? Sajnos a riportereknek föl kellett hívniuk azokat a forrásokat, akiket előzőleg megkerestek. És hát szerintem mindenki tudomásul veszi, ezt lehet, hogy nem ígértük, hogy lesz ebből film, hanem hogy ha lesz, akkor vissza. Tehát azért ez a felelősség megvan mindig. Igen, és akkor maradt ez annyiban. Tehát, hogy nem is tényleg van más. Szerintem más helyeken szóltak ezekről a témákról, de film nem készült róla. Igen, egy kérdés még, amikor a dolgoztunk a Rádió C-ben, akkor felröppentek ezek a hírek, hogy mint Macedóniában lesz egy saját roma tévés. Ez most hol tart ez a projekt?
illetve bárki, aki szeretne válaszolni. Ezt nem tudom, de Gábor, sokat én sem tudok róla, de létezik Macedóniában, meg más balkáni országokban is önálló roma TV, rádió. Szerbiában is. Több helyen ilyen van. De hogy ezzel a magyarországi projektben mi lehet, mert akkor nagyon még biztos ma is folynak ilyen kezdeményezések, vagy aki el akarta kezdeni, ezt szerintem a Puporka Lajosra gondolsz, hogy az biztos még egy álom neki, ahol valahol tart, de hát támogatások hiány ez mindig elakad, és ez a legfontosabb szempont, hogy egy tévét létrehozzanak, amíg csak napi egy órát működne minden nap, akkor is rengeteg pénz kell hozzá. És hogy ezen akadt el ez mindig. Sőt, volt a rádióci, akkor ezt ismerted, az is a támogatások miatt szűnt meg, hogy azok hiánya miatt. Ezt egyszerűen nem értem. Ott van az RSK-nak van az a nagyon sok anyaga, egy hatalmas archívum, hogy például egy tévét azt nem úgy kell ma már elképzelni, nem tudom, mert annyira nem értek hozzá, hogy valaki sugároz, hanem mondjuk a weboldalán elérhetővé tesz egy folyamatos anyagot mondjuk, vagy vannak aktualitások, hírek, amiket... Hát, mondjuk a Szoszinebből már tudnánk csinálni mondjuk egy ilyen Nóta TV-féle csatornát, ahol már rengeteg zenészt fölmettünk, amit menne folyamatosan a zenészek, de hát, hogy hír műsor legyen. Mondjuk ezt a zenés, ez tök jó példalár, mert ez talán a legolcsóbb, legkönnyebb megcsinálni. És nem is erősíti a sztereotípját. Amint már arra utaltam, az RSK-t semmi ilyen fajta szeparatista mozgalmat nem támogatna, tehát nekünk az a célunk, hogy mindenkihez eljussunk, és nem akarunk ezt a elkülönítésnek a struktúráit ilyen módon még megerősíteni, hanem jelen akarunk lenni mindenhol, ahol csak lehet. Ebbe egyébként kicsit szerintelni fognak, de elég jók vagyunk, tehát hogy elég gyakran megjelennek a különböző, főleg online médiákban a anyagaink, úgyhogy mi egy másik utat járunk, tehát nem akarunk roma tévét például létrehozni, vagy ebben közreműködni. Nekem az jutott eszembe, hogy a közösségi finanszírozással még nem próbálkoztak dokufilmet csinálni itthon, tehát ezek az online, mint az Indiegogo, hogy meghirdetik, hogy akkor van egy ilyen projekt. Nem tudom, hogy ehhez van elég köz itthon, vagy elég nagy motiváció, de hogy ezzel... Az majd kellene szólnia. Hát igen. És az... Nem a dokumentumfilm műfaj szerintem, az akkor nagyobb szó lehet. Igen, ez egy nehéz történet, mi majdnem próbálkoztunk vele. Megérdekel. Ez olyan típusú médiumok, mint amilyen a Szoszinek is, ez valóban kétségtelen szeparatista, ahogy a Gábor jellemzi, de ennek azért volt egy reális igény alapja, és szerintem az is egy fontos dolog, hogy mit akartak például a roma újságírók elmondani. És olyan anyagok készültek, amik mások nem készülnek el. Néha, meg talán azt is mondhatom, hogy gyakran átvették a mainstream média egyes szervezetei is, de nem volt a jellemző. És szerintem az a anyag, amit felhalmoztunk, az tényleg bizonyos értelemben egy kincs, egy kulturális kincs, és azt hiszem, hogy az Open Society archívum ezt valamilyen módon a saját szervezetén keresztül archiválni is fogja, mert azért ez tényleg rengeteg hang és képanyag van, ami mások nem található meg. De hát az igazi valóban az lenne, ha még több emberre szólhatnánk. És azért ez nem egy ilyen civil jellegű kezdeményezés, vagy non-profit újságírás lehetőségei között megvalósítható. Van kérdés? Visszakanyarodni meg a rébe lehet? Persze, megfogadtad is, de ezt majd akkor utána. Én? Aha, hát, a kérdés.
szóhasználatban azt figyeltem meg, hogy ti a roma szót használjátok általánosságban, de ha konkrét emberről van szó, akkor azt mondjátok, hogy cigány aktivista. Most tulajdonképpen a halandó újságíró melyik szót használja, kinek itt lehet? Amelyik jobban tetszik nekünk. Egyébként nem ez volt a választás. Én nem figyeltem meg ilyen tudatosságot, hogyha egy konkrét személyről beszélünk, akkor cigánynak mondjuk, ha meg nem konkrét, akkor romának. Annyit kell erről tudni, hogy a roma szó az a Magyarországon, ahol mondjuk a roma emberek 85-90%-a nem beszéli a cigány anyanyelvét, évszázadok óta nem beszéli, hozzáteszem. Történetileg Mária Terézia rendeleteihez köthető, de most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy Magyarországon, ellentétben a nyugati és a balkáni országokkal, Magyarországon nem beszélik a cigány nyelvet, csak nagyon kevesen. Ezért aztán a nyelv kiveszésével az önelnevezés is elveszett, vagy így eltűnt, és a 90-es évek roma polgárgi mozgalmai, mozgalmacskái hozták újra felszínre nemzetközi hatásra. A rom szó ugyanis embert jelent, annak a többes száma a roma. És a 90-es évekre tehető Magyarországon ennek a gyakoribb használata is ismerve. Az RSK-nál, meg szerintem Szoszinetnél is mind a kettőt felváltva használjuk. Egyébként azt figyeltem meg az utóbbi években, hogyha külföldön járok, a nemzetközi roma aktivisták, azok kerülik a szóban, a beszédükben a cigány, a saját nyelvüknek, csehnek, bolgárnak, lengyelnek, stb. A cigány megfelelőjét egyfajta öntudatból, egyrészt beszélik is a nyelvet jobban, mint mi magyarországiak, másrészt meg hogy az egy külső elnevezés a cigány, az önelnevezés pedig a roma. De Magyarországon egyébként sokan meg nagyon nem szeretik cigány emberek se a romát használni, főleg akinek nem az az anyanyelve, és ez elég sokan van, aki mint mondta. Ez valóban így van, és nemzetközi fórumokon kifejezetten rossz szemmel néznek ránk, mert mi használjuk az angolban is mind a két kifejezést, és nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez nálunk teljesen természetes, mert ez olyan, mintha helytelenül beszélnénk, vagy diszkriminációs szempontból bűnt követnénk el, tehát ez, azt hiszem, hogy nagyon kultúrafüggő, főleg nyelvfüggő, de valóban ennek ez a háttere. Még ott hátul volt egy kérdés. Az angolszászok sok mindent nem szeretnek nálunk, tehát erre nem kell törődni. Nyílségbe beszélgettem egyszeri ott élő emberekkel, és mondom, hogy hát ott szó roma. És hogy fölúszta szemöldökét, sértődöttem, azt mondja, én magyar cigány vagyok, nem roma. Tehát tartsuk ahhoz magunkat, ami kultúránkban több száz év óta van. Tehát még a Mária Terézia előtti időket is. Valójában. Egy kérdésem lett volna. Forgatás trükkjei hangulatnál, ugye technikáról beszéltetek, egy nagyon komoly vizsgafeladat egy operatőrnek, vagy egy rendezőnek. Ugye az emberek mesélnek valamit, akkor az egész egy belső hangulat, az auráját kell az illetőnek valahogy ábrázol, vagy hát megfogni. És az a világ nem azonos azzal, amit látunk körülöttünk, tehát a legtöbb dokumentumfilm és azzal rontja el az egésznek az autentitását, a valóság érzetét, hogy mutatja azt a szerencsétlen nyomorúságos környezetet, holott az illető belsőleg szinte ragyog, egy palota van benne, hogy ezt hogy tudjátok megoldani? Megvannak a módszerei, művészinek nevezett módszerei, tehát a nagy rendezők ezt megtalálták. A dokumentumosoknak is meg kellene érteni, hogy ez valójában a látszati környezet, az nem azonos az embernek a belső fantázia világával, vagyis az emlékeivel, vagy a gondolataival. Köszönöm. Hát, amit mondtam előbb is, hogy mi igazából nem vagyunk dokumentumfilmesek, hogy egyikünk se forgatott. Ez egy nagyon ritka esemény volt, hogy az amerikaiak idejöttek, egy nagyon sok pénzt beleraktak, és születhetett egy ilyen... Az Európai Unió rakta bele sok pénzt. Ezzel együtt azért dokumentalista igényű vagy jellegű filmeket készítünk. Én teljesen egyetértek az úrral, amit mondott. Nagyon egyszerű a recept, persze nem. Tehát, hogy jó filmet készíteni, annak nincsen ilyen leírható receptje. Annyit tudok ehhez mondani, hogy az emberi sorsokat nem lehet egy blikre
oda menni és lefilmezni. Nyilván, ha az embert akarom megfogni benne, akkor ismerni kell az interjú alanyt, elég mély belsőséges kapcsolatba kell vele kerülni, ismerni kell az összes hátterét, minden, akkor lehet kibontani azt, ami benne van, nyilvánvaló. Lehet filmezni első blikre is, csak nem emberi sorsokat. Hát, amiben mi pici plusz tudunk rakni, hogy amit te mondtál előbb, Gábor, hogy itt van neve az embernek, meg beszél, hogy ő beszél, hogy, mert ez is általánosítás lehet, hogy a többségi médiában nincs neve, meg lehet meg se szólal az adott roma, de mondjuk már ez se jellemző, de itt nálunk egy picit tovább beszél, picit többen beszélnek benne, és ez is valami hatást elér, vagy a kettő között, ahol dokumentumfilmben sokat beszél, ott kijön az emberbe az a mélység, amiről ön beszél, a mi esetünkben is, mert ezek ilyen 5 percnél rövidebb videók, hogy nem is tud annyit beszélni ennyi idő alatt. Igen, ez egy dologra nagyon kell figyelni, az én vágó ismerősöm mondta, hogy van egy ritmus a zenénél, amit meg kell komponálni, hogy a kép, a mondat, a hang hogyan van egymásra staccatóba, összeállítva. És ezt nagyon-nagyon elrontják nagyon sok helyen, akik gondolják, hogy most valami híradás, valami autentikus módon hatást gyakorolnak a nézőre. Nagyon rossz. Úgy lehet hatást gyakorolni, hogy értelemszerűen a mondani valót vágom, úgy, ahogy gondolna az illető is, csak éppen izgalmába vagy önmagába elfeledkezik, és nem figyel arra, hogy az úgy legyen, ahogy kell, és a képeket is. Tehát legyen egy ritmusa. Az egy kompozíció, olyan, mint egy muzsika. Tökéletesen egyetetek, és valószínűleg ugyan ezt jobban el tudnák mondani a szerzők, a filmek szerzői, mint én, de ami vezérfonalként végigvonult, hogy a hang viszi a történetet, tehát az dominál. A kép az csak alátámaszt, dokumentál, de a hang az számított végig minden történetben. Még kérdés? Igen, nekem nincsen, de van. Igen? Még ehhez kapcsolatban szeretném így mindannyiatoktól kérdezni, hogy mi gondoltok arról, hogy annak mi lehet az oka, hogy ezekből a médiaiskolákból nem kerültek ki olyan fiatalok, akiknek dokumentumfilmes ambíciói vannak. Mert ebben a Gyöszönnek teljesen igaza van, hogy ez egy abszolút külön műfaj. De hogy vajon mi lehet az oka annak, vagy akiknek voltak még a legelején mondjuk nem a Független Média Központban, hanem mondjuk a Roma Média Iskolában, hogy... Nem ettek messzet. Hát miért mennének dokumentumfilmesnek? Hát meg lehet abból élni. Hát most pont az a kérdés, ami itt fölhangzott az előbb, hogy miért nem próbálkoztok ki például közösségi finanszírozási projektekkel, az bizonyítja, nem a megélhetést, de hogy készülnek ma már olyan dokumentumfilmek Magyarországon, amik nagy egyrészt jók, tehát színvonalban is jók, és hogy ilyen közösségi finanszírozású projektekként. Én ezt nem tudom, én majdnem mindenki ismerek, aki az elmúlt 20 évben a Illiék vagy a Roma Sajtóközpont, vagy egyéb más ilyen roma média műhelyében végzett, és hát ezek egy része újságíró lett, egy másik része nem lett az, aki az lett, annak egy része tévés lett, vagy írott sajtóban helyezkedett el, tehát akik elhelyezkedtek, azok egyébként vannak és dolgoznak, hogy nem lettek dokumentumfilmesek, az szerintem egy egészen másik probléma és vannak olyan, akik egyébként, akik csináltak dokumentumfilmeket, vagy dokumentumfilm jellegű dolgokat, ott van a Borsz például, aki ugye üdvözölt téged, mondta, tehát hogy vele is dolgoztunk például Ereskába, a Kővár Józsival. Kifejezett roma dokumentumfilmesről, én nem tudok, de mondom, akik itt végeztek, azok a sajtóban dolgoznak, vagy éppen valami tök más találtak maguknak, mint ahogy a egyetemen végzett emberek is vagy a szakmányba helyezkednek, vagy máshol, de én ennek nem érzem ezt a nagyon nagy... Tehát ebből a szempontból nem érzek hiányt, nincs hiányérzetem. Az, hogy lehetne több roma filmes, meg dokumentumfilmes, az biztos, de hogy ezt nem a roma média műhelyek kapcsán érzem én ezt.
Én ezt úgy látom, vagyis kiegészítem a Gábort, hogy a dokumentum vagy úgy születik meg, hogy lelkesedésből, hogy céltudatosan, hogy akár pénz nélkül is, hogy belerakja az idejét az ember, vagy úgy, hogyha valahol van rá valamilyen igény, meg forrás, de ehhez meg kapcsolatok kellenek, hogyha mondjuk én rendező vagyok, és van a valamelyik tévénél ismerősöm, vagy valamelyik pályázati szervnél ismerősöm, ahol tutira meg tudom szerezni a dokumentumfilmre a forrást, akkor kitalálok valami ötletet, és akkor csinálok egy dokumentumfilmet. Hogy én ma ezt a két megoldást látom csak arra, ahogy megszületik a film. Ez így működik a dokumentumfilm. Valaki ad rá pénzt, vagy lelkesedésből megcsinálom. Ez régen is volt. Én csak annyit tennék oda, hogy mi mindig újságírókat képeztünk. Tehát az újságírásnak ez egy teljesen új, a videó újságíró, dokumentarista, ez teljesen új műfaj. Tehát ez nem volt jellemző az újságírás tanításában, most sem az. De mi alapvetően azt szerettük volna, hogy újságírók lesznek a médiákjainkból. Ja, ezt értem. Igen. De nem tudom. Nagyon sokan mentek vizuális kultúra felé, de kiváló operatőrök vannak például a Jeremiás Karcsi, a Borgás Rovi, Jeremiás Attila, igen, a Karcsi. De nem lehet ennek ahhoz köze, én most találgatok, tehát hogy ezt nem, ötletem nincs, hogy ennek mi lehet az oka, de hogy csak befejezem egy pillanat gyorsan, hogy ennek nem lehet a jogvédelemmel valami összefüggése, tehát hogy az újságírás az alapvetően kapcsolat, tehát hogy olyan témákat keres, talál, és pont amit a Gábor mondott, hogy hiányoznak ezek a hétköznapi történetek, ami a dokumentumfilmezésnek egy ilyen alapja, és hogy születnek mondjuk közösségi finanszírozású projektekben ilyen történetek a migrációról, vagy a nem tudom miről, tehát bármilyen más témáról, de ugye a romákkal kapcsolatos témák azok, az ilyen jellegű feldolgozásokban valahogy mindig a jogvédelemhez kötődnek. Ez nem lehet az oka? Nem tudom. Nem tudok rá választ adni, de mondjuk ezek a típusú filmek, amik projekteken belül születtek, nem kötöttek a jogvédelemhez. Ezt most hallom először. Nem tudok róla. Most hallom először egyáltalán a közösségi finanszírozás és filmkészítés kapcsolata, most függetlenül az egész roma témától, utána fogok nézni. Én a közösségi finanszírozás azt startup vállalkozások, kreatív, fiatal csapatok kreatív ötleteinél látom működni, vagy legutóbb például egy magyar képregény szerző csinálta ezt, de általában feltalálnak valamit, tehát valami kreatív, lehetőleg digitális kütyüt, és az működik közösségi finanszírozásban. Dokumentumfilmet én itt ebben a pillanatban nagyon nehezen tudom elképzelni, nem tartom ördögtől valónak, csak majd utána is fogok nézni, mondom, de csak nem hallottam még erről. Egy gyors kérdés, hogy én hogy értettem, amit az Andrá mondta, hogy mondjuk, hogyha az Európai Uniótól kérsz filmre pénzt, akkor biztos Isten, hogy sokkal nagyobb eséllyel ad jogvédelemmel kapcsolatos filmforgatásra, vagy hogyha az amerikaiaktól, vagy az OSI-tól, vagy bárhonnan kérsz pénzt, akkor sokkal nagyobb eséllyel adnak jogvédelemmel kapcsolatos filmforgatásra, mint egy BBS típusú intézmény megalapítására, ahol az emberek... Bocsánat, én a crowdfundingra asszociáltam a közösségi finanszírozásból. De azt lehet tágan is érteni, tehát mondjuk Európai Uniós, vagy amerikai, vagy civil, vagy bármilyen más, norvég, akármi, szóval, hogy az a számukra jogos. Az a... Andy Vajnától azért nem fogunk kapni egy roma dokumentumfilmre. Nem is az Andy Vajna érdekelik, hanem hogy... Meg mástól se, igen, tehát, de azért meg lehet szerezni a forrás, szóval a forrásszerzés mindig egy örök ilyen civil, hogy is mondjam, sirám, és tényleg nagyon nehéz forrás szerezni, de például az RSK, az magát ugye független hírügynökségnek nevezi 20 éve, és azért is független, mert soha nem engedtük beleszólást abból, hogy milyen anyagot készítünk, tehát mi a forrásainkat eddig is megszereztük, egyre nehezebb körülmények között, ennyi a sirám, de hogy adott esetben mi tudnánk dokumentumfilmet csinálni, nem ez a dolgunk, jelen pillanatban nem ezt csináljuk. Nekem a régi tervem egyébként, hogy egy régi híres romákkal foglalkozó dokumentumfilmet újra forgassak ugyanazon a helyszínen, nem árulom el, hogy melyiket, mert lehet, hogy még megcsinálom, de hogy nem ez a dolgunk, és lehet, hogy nincsenek olyan műhelyek, akik dokumentumfilmmel mozognak, meg
biztos baromi nehéz dokumentumfilmre forrás szerezni, és abban is az is lehetséges, amit mondatok, hogy, vagy amit az Andi utalt, hogy a jogvédelemre előbb lehet pénzt kapni az ilyen szervezetektől. Nem tudom. Ez nem számunk kérés. Azt vágom, hogy nem számunk kérés. Nekem az jutott eszembe, hogy ez kétszer is elhangzott, csak két más téma kapcsán, hogy ön azt mondta, hogy ez a TV műfajra készült ez a film, te pedig azt, amikor kérdeztem a közösségi finanszírozást, hogy ez nem a dokumentumfilm műfaja. Hogy itt úgy érzem, hogy itt kompromisszumokat kéne kötni, vagy nem, tehát hogy itt az, azért nem lehet. A crowdfundingra, mint pénzszerzési módszere értem ezt, hogy ezt nehezen tudom megképzelni. De hogy ehhez kéne kompromisszumot kötni, akkor így nem, érzem. Nem, csak egyszerűen nem egy szexi téma a dokumentumfilm, mint mondjuk föltállok a futóbiciklire egy gyerekbiztos féket, ami digitális kütyű és messziről távirányítóval megállítom bele a gyereket, ez most egy konkrét példa, arra, 3 nap alatt összejön nem tudom mennyi $1000, és akkor oké. Vagy feltalálom a legújabb Rubik kockát, arra is. De arra, hogy dokumentumfilmet készítsek, miért adnának? Még azt is értem, hogy a srác, aki most a nyugat hőseiből Adi, Babics, meg zombi környezetben képregényt csinál, ezt is értem. Az is egy ilyen, nincs rá jobb szavam, szexi téma, tehát hogy megmozgatja az embereket, és akkor összedobják azt a néhány ezer dollár, de az, hogy egy dokumentumfilmet készítsek, pláne a romákról, úristen, arra nem tudom ezt elképzelni. Ilyen pillanatban, de meggyőzhető vagyok, tehát sőt, beleállok a témába, kell, de így nem tudom elképzelni. Én el tudnám képzelni, muzsikus filmet csinálni, tehát egy zenefilmet, az, ami valójában, de a dokumentum benne van, mert az azért mindenhol benne van a dokumentum, de a zene bárhol a világon nézik, a zene átviszi, átvarázsol mindent, és ez a legnagyobb dokumentum, mert valójában ez az a kultúra, ami inkább veszélyeztetve van, mert nyomorúság mindig is lesz, meg boldogság is mindig lesz, de az a művészi teljesítmény, amit a most kihaló nemzedék még tud, az valószínűleg már eltűnik, és inkább a zenészek, a gyerekeik jazzbre mennek át, és ez nagy kár. Tehát erről kellene most dolgozni, és egy idő után erre lehetne pénzt szerezni, úgyhogyha az első filmben van és a zene dominál, az a csodálatos cigányzene, nem roma zene, ami valójában a magyarok kultúrája, hogy az igazi magyarok, nem azok, akik most angolul gajdolnak. Ez győzött meg bennünket, hogy érdemes elkészíteni a filmet. Pontosan ez a gondolatmenet, amit végig beszéltünk, hogy mégiscsak érdemes az elhalkuló nótaszót elkészíteni, mert ez egy olyan kulturális kincs. Ezt meg kell mutatni, amíg van, ami valóban eltűnik nem sokára, és ez egy közös kincs. Tehát nem csak a cigányoké, hanem a mindenki. Van a filmkészítésnek egy olyan módja, hogy a lengyelek szerették ezt a művészi formát, a franciák is, hogy nem egy sztori. Tehát nem akarják bekezdés, befejezés, fejtés, stb. Hanem ez egy folyamat, mint a hétköznapi élet, ami valójában a muzsika, az végigmegy a hétköznapjainkon is, hogyha belsőleg érezzük. Ez a folyamatok is nem egy filmet, nem egy produkciót, ahogy mondja, hanem sokat, sokat. És egy idő után ez olyan, mint amikor Dalidát felhozták a franciák, a divatba hozták, akkor volt egy rádióadó, amelyik szisztematikusan, stratégikusan, naponta ennyiszer játszotta le, és egy idő után mindenki azt hallgatta, azt tudta és azt szerette. Ezt kell csinálni, hogy végül. Amúgy is jelesz, amíg az eszik figyelni, akkor itt is jelesz, amíg a nomadáknak mondta, ugyanazt is. Igen, de legyen anyag, amit játszanak, tehát a mi anyagunk legyen. Amúgy én ebből kihallom a műfaji korlátokat, hogy megint arról van szó, hogy az otthon nem tudok ilyen műfaj. Nem feltétlenül. Busabban nem hallják át. Nem feltétlenül mi? Hát a specifikusabbnak kéne lennie a platformra, hogyha az interneten akar érvényesülni. De erre vannak jó példák, tehát vannak tök élvezhető, kreatív, befogadható méretű, tehát hosszúságú dokumentum jellegű
filmek. Egyébként egy jó dokumentumfilm, ha több 40 percnél, akkor meg ettől fel. Általában az én alanyszabályom. De 5 perces dokumentarista jellegű filmek is vannak. Tehát, hogy szerintem a ez nem platform függő, de meg lehet csinálni, azt jó. Az Arte, ugye a német-francia művész televízió bevezette azt a 26 perces taktust. Akkor marad még 4 perc a hirdetés, stb. Bekonferál. Tehát 26 perc, és ez egy ilyen nemzetközileg bevett norma manapság. De amit ön fölvetett a téma kapcsán, az... Szerintem, vagy. Tehát aki úgy érzi, nyugodtan... Szerintem idő, és akkor Gyuszi, mi lenne, hogyha együtt folytatnánk, hogyha... Jaj. Már úgy értem, hogy ne hozzuk azt kellemetlen helyzetbe, aki el akar menni, a többség, vagy aki maradni akar, az meg maradhat. Szóval, hogy csak... Ő... Ja, de a 26 perc az nem most kezdődik, hanem... Szóval, hogy fejezd még aztán... De annyi, hogy a szószínetlen megcsináltuk azokat a témákat, de tényleg ilyen 5 perces videóban, amiről ön beszélt, hogy ez egy kihaló szakma, meg ez az amerikaiaknak is azért lehetett érdekes téma, mert tényleg ez egy hosszú társadalmi folyamatnak a végét jelzi, de mi nem érezzük annyira nagy problémának, mert azoknak a gyerekei ott a másik filmen már Svájcba tanulnak, és jazz tanulnak rengetegen, vagy máshol... érvényesülnek, alkalmazkodnak a világhoz. Hárman, és a Talentumba végző többi 180 gyerek meg munkanélkül potenciálisan évről lép. Ez egy nehéz dilemma. Nehéz történet. Bennem csak egy olyan kérdés fogalmazódott meg, hogy mi lett volna, hogyha azt az összeget, amit a filmkészítésre fordítanak, azzal támogatták volna azokat, akikről szól. Hát ez egy ilyen jó kérdés, mert ugye mi lenne, hogyha azt a sok pénzt, amit mondjuk focira költünk, meg stadionra költünk, azt mondjuk kórházakra költünk. Szóval értem a kérdést, jogosságát, de hát valakik filmet készítenek, valakik meg jótékonykodnak. Valakik meg újságot írnak. És ez nem egy cinikus választ akar, hanem komolyan. Volt egy forrás erre, megcsinálták a filmet, ez legalább olyan fontos, hírt adni a nagyvilágnak ezekről a témákról, mint hogy konkrétan segítséget nyújtani. Arra is megvannak a megfelelő szervezetek. Valakinek ez a dolga, valakinek meg más. És lehet, hogy ez indít el olyan típusú folyamatokat, amelyek... Például. Igen, én is arra gondoltam, hogy végül is két célja is lehet az érzékenyítés, az emberek érzékenyítése, hogy jobban elfogadják őket, meg a másik, hogy támogassák. A kereskedelmi tévében nagyon nagy gyakorlat bemutatnak egy szörnyű élethelyzetet, és akkor két nap múlva be tudják mondani, hogy a kisfilm nyomán óriási felajánlások érkeztek, és megoldott a család helyzet például. Én tényleg azt érzem, hogy már kicsit mocorogatta meg, úgyhogy aki akar, az menjen el, vagy nem tudom. De ne érezd, hogy elküldjük. Nem, tudom, jó. Van egy alapszabály, hogy a tudás, az ismeret, magvát, a lélekbe kell a gyerekeknél, vagy az embereknél belekerültetni, abból lesz egy materiális valóság. Tehát valójában, hogyha mi a kultúrával kezdjük, tehát az érzelem, értelem magja valami nem racionális, nem dialektikus, abból lesz egy materiális termék, hogy azt manapság mondják totálisan kívesen. Tehát kezdjük mi a művészettel, az emberek lelkével, a tudással, ami értelmes, a következő nemzedéke, és utána azt mondani, hát a pénzt akkor majd szétosztjuk. Mert az egyszerűen ember nem is tudja, hogy mi mire való, mert az elfogyik. Tehát valójában a művészete nagyon fontos. Nagyon köszönjük. Jó, nagyon köszönjük, hogy itt voltam. És a pláne a vendégeket. Köszönjük a meghívást. Aktív együttműködést és közös gondolkodást. Nagyon szerintem jó volt. Sárnak és Rúzsnak pedig a moderálást. Köszönjük.